Hogyan neveljük az UFO-t? Tegyük fel, hogy amikor egy héten egyszer anyán könyörgésére kinyitjuk az ablakunkat, hogy kiszellőztessük a sűrített pézsmaszagot a szobánkból, valami kerek izé berepül a fejünk mellett és az ágyon landol. No most ez az idegen eredetű tárgy csak két dolog lehet. Vagy egy lábos, amit a szomszéd néni akart a szomszéd bácsi fejéhez vágni, de túllőtt a célon, vagy egy UFO. Az, hogy a vendégünk lábos vagy földön kívüli lény, a repülését kísérő hangból tudjuk megállapítani. Ha azt halljuk, hogy te rohadt disznó, már megint leittad magad, akkor repülőtárgy, nem UFO. Ha azt halljuk, hogy bip-bip, akkor nem lábos. Tegyük fel, hogy azt mondja bip-bip, és pislog hozzá, mint egy neonbéka. Nem kell megrémülni. Elvégre mi vagyunk otthon, ez meg csak úgy berepül. Berepültünk mi hozzá valaha? Pimasz fráter. A legjobb, ha azonnal hozzákezdünk a neveléséhez, ahogy azt megtanultuk otthon és az iskolában. Álljunk a kerekfejű izé elé, tegyük csípőre a kezünket, és a nevelőinktől ellesett összes pedagógiai tudásunkkal üvölcsünk az arcába. Hülye vagy aranyapám? Nálatok nem szokás köszönni, ha bementek valahova? Majd én megtanítlak. Mondod azonnal, hogy jó napot kívánok, ez egy csokolom? Nem? Olyan fász kapsz, kisfiam, hogy a fal adja a másikat. Nevelési módszerünk áldásos hatását azonnal tapasztalni fogjuk. Ufókák műszerei össze-vissza forognak, majd rémületükbe és a kis ütődött vészjeleket sugározva belehanyatlik egy székbe. Ekkor szívjunk fel egy újabb levegő adagot, és alkalmazzuk a buta felnőtt neveli a gyereket című ősi pedagógiai módszer. Először is kirúgjuk kedves vendégünk alul a széket, és a változatosság kedvéért az arcába üvöltünk. Te neveletlen ufóka! Ki engedte meg, hogy leüljé? Majd ha szólok, a zapád meg a zanyád nem tudta az illemre megtanítani? Hozd ki az ellenőrződet! Intő! Ez mindig hatásos. A suliban ilyenkor az osztályfele összepisikéli magát ilyettében, úgyhogy az UFO viselkedés is meg fog változni. Ha pedig mégsem, akkor ki kell hajítani a nyavajást az ablakon. Menjen vissza, honnan jött. Nekünk csak az okos, jó kis ufócskákra van szükségünk. Hát nem?